Hiszünk benne, hogy a kezdeményezésünk, a rendszerbontó népszavazás egy új magyar köztársaságért segít abban, hogy közelebb kerüljünk egy élhető országhoz. Ám addig úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság erőfeszítéseit, ami egy európai ügyész hivatal felállítására vonatkoznak, támogatnunk kell. A népszavazás során dönthetünk úgy, hogy kötelezzük az országgyűlést arra, hogy kötelezze a kormány egy ilyen bizottsági kezdeményezés támogatására az Európai Unió intézményeiben. Az a miniszter, aki közpénzben Párizsban látott vendégül egy titkos ismerősét, és amikor rajta kapták, hát visszafizette a titkos vendége részére elköltött közpénzt. 2 millió forintot mellény zsebből. Habár a felül a hája, és alul a víznek árja, azért a víz az úr. Megkérek mindenkit, hogy majd ezután a következő állomásunk felé, jobb oldalra, a Bajcsi-Zsilinszky úton, a Bank utca irányába haladjunk tovább. Nem csak azért vette meg a 3 éve törvény általi halálra ítélt plakátcéget, az ESZMÁT Orbán Garancsi nevű új simicskája, hogy a törvény egy majdani visszamódosítása után jól meg tudja csapolni az állami kommunikációs büdzsét, holott vannak még a családban saját lábra állítandó lányok, hanem hogy kellő időben a villanyoszlopokon is ott lóghasson Orbán Viktor portréja. És csak az övé. Orbán rezsimjét kiismertük, és már a rezsim sem leplezi magát. Szem sem rebben, hogy a miniszterelnök barátja, deje, falubeli vagy falun kívüli strómanja számolatlanul nyer minden pályázatot és közbeszerzést, és szem sem rebben, hogy összekülönbözésük után Czóresz van, és ugyanaz a cég, amelyik addig mindig csak nyert, azután mindig csak veszít. A félázsiai akarnok már a látszatra sem adva pályázatot irat ki, hogy az európai polgárok pénzéből kisvasutat ért meg csónakázó tavat építessen a stadionja belé. Mi a véleményetek? Ha ellopta, hagyd vigye! Én bizony nem lennék nyugodt egyetlen munkáját el nem végző ügyész, adóhivatali dolgozó, közbeszerzésekről döntő ember, kehis és számvevőszéki vezető, uniós források fölött rendelkező ember helyében sem. Tudjuk, és van már, aki közülük is kimondta. Nincs mélyebb értelem, nincs mögöttes tartalom, nincs rejtett összefüggés. Csak politikai termék van. Olyan, mint hogy polgári Magyarország, meg NER, meg hasonlók. Balek, aki elhitte, hülye, aki elhiszi. És a meleg vizet sem kell feltalálni, mert ami más országokban működik, működni fog itt is. Talán kell rajta kicsit reszelgetni, de működni fog. Ime néhány tipp, mit lehetnek a mi elszavaink. Minden magyar felelős minden magyarért. Értsd, minden magyar rászorulóért. Szabadságot a sajtónak. Szabad politikai és gazdasági verseny. Arányos, tisztán listás választási rendszer. Éljen a kapitalizmus, éljen a képviseleti demokrácia. Pénz, pénz és még több pénzt az oktatásra, éljenek a gyerekek.